Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban a pénzről lesz szó. Nos, a 2008-as és a mostani válság során én azt vettem észre a baráti és ismerősi körömben, hogy az emberek többségének végzettségtől függetlenül fogalma sincs a pénzügyekről. Ami nem is csoda, hiszen Magyarországon egyszerűen nem létezik pénzügyi oktatás. Nekem anno a gimnáziumban egy héten 5 matematika órán volt, agyba főbe csináltuk a szöveges feladatokat, a másodfokú egyenleteket, kiszámoltuk az oktaéder térfogatát, de egyetlen szó sem esett arról, hogy mit jelent a kamatos kamat, vagy mit jelent például az, hogyha valaki forintban kapja a fizetését, de svájci frankban van eladósodva. És ennek a pénzügyi tudatlanságnak általában borzalmas következményei vannak. Nem csak anyagi értelemben, de például egy rossz pénzügyi döntésre rámehet az egészséged, a párkapcsolatod, az egész családod. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy a csatornámon ezentúl a pénzügyekről is beszélni fogok. De miért beszélek én itt erről? Nos, sokan tudjátok rólam, hogy egyetemista koromban 2 hónapot tölthettem az Egyesült Államokban. Ezt ma tulajdonképpen working holiday-nek nevezhetjük. Ez azt jelenti, hogy valaki egy hosszabb időt tölthet el egy külföldi országban, és emellett legálisan is dolgozhat az adott országban. Én egy nagyon régóta az Egyesült Államokban élő magyar családnál laktam, és a család vállalkozásában dolgoztam. És ennek a 2 hónapos amerikai tartózkodásnak volt 2 óriási előnye. Egyrészt, hogy rengeteget fejlődött az angol tudásom, amit ugye az angoltanári munkámban napi szinten használok. A másik pedig, hogy az esti közös családi vacsorákon beleláttam abba, hogy az amerikai emberek hogyan gondolkodnak a pénzügyekről, a vállalkozásokról. És erről a gondolkodásmódról szeretnék ezentúl ezekben a videókban beszélni. Én nem gondolom azt, hogy az amerikaiak okosabbak, mint a magyarok, de azt gondolom, hogy mivel gyerekkoruk óta részesülnek pénzügyi oktatásban, ezért sok esetben sokkal racionálisabban és józanabbak tudnak lenni egy-egy pénzügyi kérdésben. Úgyhogy ha érdekelnek téged a pénzügyek, és szeretnéd rendbe tenni a saját személyes pénzügyeidet, akkor ezek a videók neked szólnak majd.